Gáz nélkül a társasház, a vezetékek miatt nincs szolgáltatás egy hónapja. Parkolás és irreális büntetés. 2 milliót követel egy nőtől a volt szolgáltató. Gyermeki lógásnak szülő ihatja a levét. Kitiltaná a közmunkából a kormány a lógos diákok szüleit. Tudatos fogyasztás, netes vásárlás. A veszélyekről tájékoztatott a hatóság. Estét kívánok, híradónkat látják! A pécsi polgármester Facebook oldalán megköszönte a támogató üzeneteket, amelyeket a lánya elleni brutális támadás után kapott. Mint írja, nagyon köszöni azt a sok lelkesítő, támogató és biztató üzenetet, amelyet kapott az elmúlt napokban. Nagyon nehéz időszak ez a családja számára, reméli, mielőbb maguk mögött tudhatják ezt a tragédiát. Páva Saroltot, a polgármester 20 éves lányát múlt csütörtökön támadta meg egy közismerten erőszakos férfi. A fiatal nő ellenállta a nemi erőszak kísérletnek, de a férfi brutálisan megverte. Nyerges Zoltánt azonosítása óta nagy erőkkel keresik a hatóságok, eddig eredménytelenül. A fővajda felszólította a pécsi támadót. Kállai Csaba országos cigány fővajda közleményében azt írta, hogy sajnálattal hallja, hogy még mindig nem sikerült kézre keríteni a pécsi polgármester lányának támadóját. Folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyet, és örül neki, hogy a cigányság egységesen lép fel ezen eset okán is, és reméli, mi hamarabb kézre kerül a Pécsen karázdálkodó szatír. Mint országos cigány fővajda felszólítja a szökésben lévő Nyerges Zoltánt, hogy mi hamarabb adja fel magát. Egyben kéri a cigányságot, hogyha valakinek tudta van arról, hogy ezt az embert kibújtatja vagy hol húzza meg magát, azonnal adja fel a cigány nép érdekében. Nincs gázszolgáltatás már egy hónapja az egyik pécsi lakóházban. A belső vezetékrendszer előregedése miatt kapcsolta le a fővezetékről az épületet a szolgáltató. A lakóknak kellene kifizetni a javítási költségeket. Néhányan áttértek a villanyra és végleg lemondtak a gázról. Így az ömében kisnyugdíjas tulajdonosoknak kellene fizetniük a több milliós vezetékcserét. Gázszagot éreztek ebben a pécsi házban március elején. Kihívták a szolgáltatót, akik azonnal elzárták a vezetéket, és nem is nyitják meg újra. Holnap lesz egy hónapja. Neki akartam állni főzni, egyszer csak be akarom kapcsolni a gáz, és nincsen. Kincses Klára mindenképpen gázzal akar főzni, nem villanyárammal. Én jobban szeretném a gázt, mert azért csak olcsóbb volt, meg gyorsabb is. Gyorsabb is volt a főzésem, meg jobban tudtam takarékoskodni, mint a villannyal. A 70-es években készült lakótömbben ki kell cserélni a csöveket, csak akkor lesz újra gáz. Azonban erre nem minden lakó akar áldozni. Ők hitelt nem vesznek fel, őket hagyjuk békébe, majd ők azt megcsinálják. Volt egy ember, aki azt mondta, majd ő ott megszereli azt, amit kell, és erre mi nem mentünk ebbe bele, elmondtam, hogy ez az én felelősségem. Már évekkel korábban akarta a javításokra havi 3000 forintot beszedni a lakásszövetkezet, azonban a 24 lakásból 6-nál ezt nem fogadták el, sőt, lemondtak a gázszolgáltatásról, és áttértek a villanyra. Most a többi lakónak ezért fejenként legalább 200 ezer forintot kell fizetnie, ha újra földgázt akar használni. A házban nagyrészt nyugdíjasok laknak, akik nem tudják vállalni ezt az áldozatot. A szolgáltató tehetetlen. A belső vezetékhálózaton van a meghibásodás. Egyszerűen olyan előregedett, rossz műszaki állapotú csatlakozó vezetékekről van szó, amelyet felülvizsgálni, javítani szükséges. A cégnek ilyenkor nincs mérlegelési lehetősége, azonnal le kell kapcsolni a főhálózatról az ilyen veszélyes épületeket. Az ÖPE is csatlakozik a csütörtöki pécsi nőtüntetéshez. Kővári János országgyűlési képviselő az Összefogás Pécsért Egyesület alelnöke közleményében azt írja, elég volt az erőszakból. Elég volt abból, hogy Pécs város polgárainak biztonságát bárki fenyegesse. Nem hagyjuk, hogy a városban bárki félelmet keltsen és veszélyeztesse békés polgárok, különösen védtelen emberek testi-lelki épségét. Kővári János arra kér minden pécsi polgárt, hogy csatlakozzon a pécsi nők kezdeményezte békés demonstrációhoz csütörtökön a Széchenyi téren. Hogy ezzel minél többen nyilvánítsák ki véleményüket arról, hogy elutasítják az erőszak minden formáját.
Mintegy 2 millió forintot követel a volt pécsi parkoltatási cég egy családtól. Összesen 26 esetben nem volt érvényes a parkolójegyük. Hiába fordultak a cég vezetőjéhez, nem tudtak megegyezni. A volt szolgáltató cég vezetője szerint nincs semmi különös a büntetés nagyságában. A költségek és a kamat miatt ennyi. Ráadásul szerinte a kifogásolt esetben csak 1,1 milliót kérnek, nem pedig a dupláját. Így ünnepelték Pécset 2011. október végén, hogy elment a parkolást végző cég a városból. Azonban van, aki a mai napig fizet még az egykori szolgáltatónak. Derdi Katalin ezen az A3-as lapon vezeti, milyen ügye is vannak még a Gámán Kft-vel. Ide írtam, ugye, hogy melyik végrehajtónál van, milyen végrehajtási számmal, mikor, hogy lett kifizetve. Azt mondja, összesen 2 millió forintot követelnek tőle, mintegy 26 esetért. Ennyiszer nem fizetett a parkolásáért a lánya, vagy a veje, vagy éppen ő. Idáig már olyan 1,5 milliót kifizettünk. Ebbe beletartozik az, ugye, hát egy cím alatt lakunk a vőm, a lányom, másik lányom, unokám, tehát az öten vagyunk, és úgy néz ki, hogyha ez így még folytatódik, több meghaladjuk a 2 milliót. Azt mondja, többször próbált megegyezni, részletfizetést kérni, de nem sikerült. Ráadásul szerinte olyan összegeket követelnek tőlük, amiket már egyszer kifizettek. Ezért igazságügyi szakértőhöz fordult. Van két igazságügyi szakértői véleményem, és én akkor erre beindítottam egy perújítást, amit kértem, hogy esetleg újból tárgyaljuk át, mert ugye vannak végrehajtás alatt dolgok, vannak fizetési meghagyások, tehát bírósági ügyek, és hát sajnos ezzel nem jutottunk semmit se. Azt mondja, ezt nem vették figyelembe. Most pertársaságot szeretne alapítani, mert több olyan autóst ismer, akitől szintén milliós összeget követel az egykori pécsi parkoltatási cég. Telefonon kerestük Gámán Imrét is, azonban nem akart nyilatkozni. Azt mondja, többször találkozott Derdi Katalinnal, akinek még kedvezményt is adott. Ráadásul nem 2 millióval, csak 1,1 millióval tartozik a cégének, de ebből hajlandó 300 ezeret elengedni. Egyébként információink szerint 26 ezer fizetési meghagyást és 16 ezer végrehajtási kérelmet postázott ki eddig a Gámán Kft. A jövőben kizárná a kormány azokat a személyeket a közmunkából, akiknek a gyermeke 30 órát hiányzik igazolatlanul. A belügyminiszter nem engedné közmunkára azokat sem, akik nem teljesítik a lakókörnyezetük, kertjük, udvaruk tisztántartására vonatkozó önkormányzati rendeletben előírt kötelezettségüket. A lógás törvény hatályba lépése óta érezhetően visszaesett az igazolatlan mulasztók száma. Csatornát tisztítanak a közmunkások, kiszedik a galjakat, ágakat és össze is gyűjtik azokat. Közmunkaprogramban kaptak feladatot ezek a dolgozók. Most jól jött ez a lehetőség, hogy itt lehetek. A kormány most a közmunkásokat is bevonná az úgynevezett lógás törvénybe. Akinek gyermeke 30 órát mulaszt igazolatlanul, azt egész egyszerűen kizárnák a közmunkaprogramból. Lógás esetén a szülőket a terv szerint 3 hónapra tiltanák el. Dolgozatot írnak a diákok ebben a pécsi általános iskolában. Nyelvtani ismereteikről adtak számot a témazáró feladatlapban. A tanóráról most nem hiányzott senki sem, és senki nem is lógta el a dolgozatírást. Igazatlan hiányzások száma visszaesett. Még 2012-ben lépett életbe a köznyelvben lógás törvényre keresztelt szabályozás. Eszerint, ha a 16 év alatti tanuló 50 órát mulaszt igazolatlanul, akkor megvonják a családtól a beiskolázási támogatást. Az intézményvezetők szerint visszaszorító erejű volt a szabályozás. Korábban sokszor előfordult az, hogy egy-egy tanuló 1-2 órát lógott az iskolából, vagy a tanítás ideje alatt néhány órát itt volt, aztán elment, úgyhogy a szülő nem tudott róla. Ezek a hiányzások visszaszorultak. A kormány egyébként nem csak a lógós diákok szüleit zárná ki a közmunkából, hanem azokat is, akiknek rendezetlen a házuk, udvaruk, és azokat is, akik bűncselekményt vagy szabálysértést követnek el. A tudatos fogyasztóvá válásról és a fogyasztók lehetőségeiről tartott közös sajtótájékoztatót a megyei kormányhivatal és az Európai Fogyasztási Központ. Évről évre többen rendelnek használati tárgyakat, utazásokat az internetről, így pedig egyre többen kerülnek kapcsolatba külföldi vállalkozásokkal, amik olykor komoly veszélyt rejtenek.
Háztartási cikkektől kezdve az apró elektronikai dolgokig műszaki berendezéseket, de még egzotikus utakat is lehet rendelni az interneten keresztül. A világháló számos lehetőséget kínál a fogyasztóknak, melyekhez külföldi vállalkozásokon keresztül lehet hozzájutni. Gondoljunk csak egy egyszerű példára. Nyaralást, repülő vagy koncert jegyet gyakran foglalunk a netről, évről évre egyre többet és egyre többen. Hogy is működik maga a hálózat? Épp ezeknek az úgymond rendeléseknek a veszélyeiről és a tudatos fogyasztóvá válásról tartottak sajtótájékoztatót a kormányhivatalban. Magyarországon 2006 óta működik az Európai Fogyasztói Központ, akik határon átnyúló problémák esetén segítenek a fogyasztóknak. Bármilyen határon átnyúló panaszsal foglalkozunk, legyen ez légiközlekedés, törlik a járatot, késik a járat, a fogyasztónak költségei merülnek föl, elveszik a podgyász, internetes vásárlásnál nem érkezik meg a termék, hibás terméket kap. Tavaly 320 ügyben jártak közbe, egyfajta ingyenes jogsegélyként kell elképzelni a munkájukat, mondja az igazgató, és összesen 7,5 millió forint összegben sikerült megtéríteniük 2012-ben a magyar fogyasztók kárát. Magyarországon az Európai Fogyasztói Központ a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működik. 2012-ben is az országos ellenőrzési vizsgálati program szerint végeztük a hatósági helyszíni ellenőrzéseket. Ez szám szerint 2012-ben 27 országos vizsgálat volt, és egy helyi vizsgálatot indítottunk, ami a társhatósági közös ellenőrzéseket ölelte fel. A razziák során Baranyában is azt tapasztalták az ellenőrök, hogy a legtöbb problémát még mindig a nyugtaadás és árfeltüntetések elmulasztása, valamint a szavatossági és jótállási gondok okozzák. Innovációs napot tartottak ma a Szent Ágotai János Kutatóközpontban. A rendezvény célja, hogy erősödjön az innovációs szemlélet, és a résztvevők jobban megismerhessék, mi zajlik a falak mögött. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Pécs az oktatás és kutatás központjává vált az elmúlt évtizedekben, az egyetemek szerepét azonban a 21. században újra kell értelmezni. Az innovációs napon átadták a feltaláló születik innovatív hallgatói ötletpályázat díjait is. A rendezvény vendége Ilan Mor, Izrael állam magyarországi nagykövete volt, aki a hazájában zajló fejlesztésekről tartott előadást. A nagykövet arról beszélt, hogy hogyan képes egy alig 7,1 millió lakosú ország, amely nem rendelkezik természeti kincsekkel, ellenségek veszik körül minden oldalról, és folyamatos hadi állapotban áll, több startup céget elindítani, mint Japán, India, Dél-Korea, Kanada és Nagy-Britannia. Arról, hogy milyen módon ötvözik az innovációt és a vállalkozói intenzitást. Ilan Mor elmondta, hogy míg más országokban az illemszabályokat és a precíz tervezést hangsúlyozzák, Izraelben a legfontosabb a merészség. Új vírus kering a megyében. Az influenza és a hányással, hasmenéssel járó megbetegedések után egy újabb járványhullám tetőzött a megyében, a kötőhártya gyulladás. Már több mint 60 beteget regisztráltak. Dr. Kis Gabriella, a Baranya megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének járványügyi osztályvezetője a Dunántúli Naplónak elmondta, a megyében az egyébként szorványosan előforduló adenovírus okozta járványos szarú és kötőhártya gyulladásban megbetegedettek száma ez év téli, kora-tavaszi időszakban szokatlanul nagymértékű. Korábban is fordultak elő kisebb járványok, de a megye csak nem teljes területét érintő, gyors terjedésű járvány figyelemre méltó. Mivel a kórokozó fertőző képessége nagy, és a tünetek megjelenésétől kezdve 3 hétig is fertőzhet, nagyon fontos, hogy a beteg teljes gyógyulásáig ne menjen a munkahelyére, hiszen kollégáit is nagy eséllyel megfertőzheti. Ösztöndíj lehetőségek, állásajánlatok, tartózkodás és letelepedés az EU-ban. Többek között ezekről tájékozódhattak a diákok a Bölcsészettudományi Kar karrierbörzéjén. A kar első alkalommal rendezte meg a bőrzét. A diákok ingyenesen vehettek részt a különböző cégek előadásain. Az Egyesült Államokról és az ottani felsőoktatásról tájékozódik ez a 3 egyetemista hölgy. A Bölcsészettudományi Karon most először rendeztek karrierbőrzét. Bár szakértők szerint az USA mostanra kevésbé kedvelt helyszín lett, mégis számos lehetőséget kínál a továbbtanulásban. Rengeteg lehetőség van, Amerikában közel 5000 akkreditált egyetem létezik,
és mesterképzések vagy PhD képzések tekintetében számtalan lehetőség áll rendelkezésre magyar diákok számára, illetve vannak kifejezetten olyan magyar alapítványok, vagy magyar-amerikai alapítványok, akik kifejezetten magyar diákoknak nyújtanak segítséget. A karrierbörze egyik fontos állomásában az Erasmus ösztöndíjról, azon belül is a mentor programról tájékozódhattak a diákok. Egy nagyon jó lehetőség felkészülni az Erasmusra, mert a hozzánk érkező külföldi hallgatóknak tudnak segíteni, és akkor ez egy nyelvgyakorlás, már ismerettségeket köthetnek, és amikor ők utaznak ki, akkor már talán lesz is kint valaki, akire számíthatnak. A karrierbörze számos lehetőséget kínál az egyetem utáni elhelyezkedésre is. Itt pályázatokról is lehet informálódni, aztán különböző helyben működő vállalkozásoknak a lehetőségeiről, de még katonai toborzó standdal is lehet találkozni, tehát tényleg nagyon széles a paletta. A karrierbörzé minden hallgató térítésmentesen vehetett részt a különféle tájékoztató előadásokon, várhatóan még az idén több ilyen programot is szervez a BTK. Ismét lecsaptak a trükkös tolvajok Pécsett. Két nő újsággyűjtés ürügyén kéretőzött be egy idős hölgy otthonába, majd miután a hölgy papírért ment egy másik szobába, a tolvajok az asztalon fekvő pénztárcából 10, az egyik szekrényből pedig további 270 ezer forint készpénzt vittek el. A pécsi rendőrkapitányság az ügyben lopásvédség elkövetése miatt indított eljárást ismeretlen tettesek ellen. A Győr után a Kaposvár is győzni tudott a PMFC Matthias csapatának otthonában. A keddi mérkőzésen csődöt mondtak a hazaiak, rengeteg hibával játszottak a pécsiek. 0-0-ás félidő után két könnyű gólt szerzett Prukner László csapata, így összességében simán zsebelte be a somogyi csapat a 3 bajnoki pontot. A mecseki hadjárat elnevezésű sorozat eddig nem túl sikeres. A szakmai stáb 7 pontot remélt a 3 meccsből, de eddig még egy döntetlenre sem futotta a PMFC együttesének. A piros-feketék szombaton javíthatnak, szintén hazai környezetben a Pápa együttesét fogadják a baranyaiak. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Többször is kiraboltak egy tolnai lakost. Volt olyan, hogy éppen aludt, amikor úgy megverték, hogy eltört a karja. Több százezer forintot vittek el így az elkövetők, akiket a rendőrség elfogott. Tolnán lakik az az idős, magatehetetlen férfi, aki többször is rabló támadás áldozata volt. 2012. decemberében, majd január és március végén bántalmazták otthonában, többször álmában a 60 éves férfit, akitől így több százezer forintot is elvittek. Március 30-án ismét kórházba került a 60 éves úr, akkor pedig súlyos koponya sérülés szenvedett. Mint kiderült, akkor is ismeretlenek bementek a házba, és hát indokolatlan brutalitással bántalmazták, és ismételten ellették a nyugdíját. Az utolsó eset után 3 nappal a rendőrök elfogták azt a 17 és 18 éves Tolna megyei lakost, akit a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. Egyikük már nem volt ismeretlen a rendőrök számára. Részleges beismerő vallomásaink vannak, illetve egyéb bizonyítási eszközeink vannak, illetve az egyik, az elkövetők közül az egyik személyt más bűncselekmények kapcsolatban már is, tehát a rendőrség látókörébe került. Hogy a már elfogott elkövetőknek volt-e bűntársuk, nem zárja ki a rendőrség, még nyomoznak az ügyben. A két férfit a Szekszedi János Bíróság 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte. Felfegyverkezve elkövetett rablással, súlyos és életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolják őket. A kialakult belvíz miatt napról napra nő a mezőgazdasági termelők kára, ezért biztosan drágul majd a legtöbb zöldség és gyümölcs ára is. A termelők 5-10%-os drágulást ígérnek, ez azonban a következő hetek időjárásától függ majd. Hatalmas a víz Somogyi József földjén, a tavaszi munkákat alig ha tudja időben elkezdeni a nagy berki termelő. Most, hogy le tudta vengenni a nagy részét, talán egy ilyen 15-20%-os kárra megúszom, de ez majd akkor derül ki, hogy egy másfél-két hét múlva főszárad is a növényt, vajon mit csinált vele, mert teljesen víz alatt volt. A 4,75 hektárba körülbelül 3,5-4 hektáros
de olyan, hogy 50-60 centis nagyságú víz volt. Éppen a kialakult károk miatt várható az élelmiszerek drágulása, mondja a termelő. A kaposvári piacon a legtöbb vásárló belekalkulálta otthoni költségvetésébe a drágulást, főleg a zöldség és gyümölcs árakat nézik meg. Én nekem van három gyerekem, én a családjuk, de azokat is el szoktam látni. Zöldséggel, friss gyümölcsel, eperrel, szederrel, ami létezik mindennel, lekvárokkal, szörpökkel. Most semmi nem lesz. Sajnálom nagyon, sajnos. Hogy drágul, biztos, hogy drágul. Ha nem lehet elvetni, én állom is a kártba, tiszta sár minden, nem lehet. Nem lehet rámenni, olyan vizes. Büki Zsoltné még 980 forintos kilónkénti áron adja el a paprikát, azonban úgy számol, pár hét múlva már 5 vagy akár 10%-kal is többe kerülhet a zöldségféle. A szezonjában a paprika minőségkörtükben, egészen természetesen, 100 forinttól akár 300 forintus szokott lenni szezonjában. Hát most előfordulhat, hogy mondjuk 200-nál nem lesz olcsóbb. A háziasszonyoknak vagy jobban ki kell nyitni majd a pénztárcát, vagy takarékosabb menüt összeállítani, mert a zöldségfélék többsége többe kerül majd a szezonban. Még ugye az idei termékek sok minden nem jelent meg, tehát még azért a káposzta, a karfiol, burgonya, vöröshagyma, azok még tavalyi termékek, vagy pedig importok. Az újaknak még nem tudjuk, mi lesz az ára. A következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz a mezőgazdasági termelők számára. Ekkor derül ki, hogy pontosan miben és mekkora károk keletkeztek, és az, hogy a mezőgazdasági termékek ára miatt mennyivel emelkedik. Összesen több mint 3000 nyugdíjas közalkalmazottat, illetve köztisztviselőt szeretnének mentesíteni a tárcák a kényszer nyugdíjazás alól, tudta meg a Világgazdaság. A lap összeállítása szerint a legtöbb egyéni kérelmet, több mint 2500-at az Emberi Erőforrások Minisztériuma továbbította a miniszterelnökséget vezető államtitkárnak, főként az egészségügy területén dolgozók továbbfoglalkoztatására nyújtottak be kérelmet. Az érintett 6500 egészségügyi dolgozó kétharmada inkább a nyugdíjat választotta, és 3700 már nyugdíjas pedagógusnak is csak a töredéke döntött a folytatás mellett. A kutyák után a lovak is csippet kapnak, így követik majd nyomon az állatokat. A szakemberek azt mondják, a korábbi úgynevezett villogozás visszaérésekre adott lehetőséget. A lótartók azt mondják, gyakran előfordult, hogy nyerészkedő kereskedők a ló bőrébe égetett jelet átírták. Így értékesebbnek tűnt az állat, és több pénzt kérhettek érte. A problémát orvosolhatja az új csiprendszer, vélik az érintettek. Nem tettek jót a pálinka forgalmának a kormány által bevezetett adóemelések. A Magyar Nemzet információi szerint a 2011-ben két lépcsőben bevezetett jövedéki adóemelés után jócskán átalakult a szeszes italok piaca. A gyártók úgy próbálták tartani az áraikat, hogy vagy kisebb alkoholtartalmú termékeket dobtak piacra, vagy magasabb presztízsű termékeket készítettek. Így viszont a pálinka, amely tavaly előtt még listavezető volt, tavalyra már csak harmadik lett a vodka és a gyomorkeserű után. Mintegy 40%-kal csökkentek a lakásárak a néhány évvel ezelőtti csúcshoz képest. Akár már néhány millió forintért is lehet lakást vásárolni Szekszárdon. Ez vásárlói oldalon nagyon előnyös lehet, viszont sok devizahitellel terhelt lakás tulajdonosának komoly problémát jelent. Egy szekszárdi ingatlan közvetítő iroda vezetője szerint most akár még befektetési céllal is érdemes lehet lakást vásárolni, ugyanis az árak várhatóan jelentősen emelkedni fognak. Az elmúlt néhány évben drasztikus árcsökkenést mutattak az ingatlanárak Szekszárdon és Tolna megyében. A megye székhelyen egy átlagosnak mondható kétszobás panellakást már akár 3-5 millió forintért is meg lehet vásárolni. Ez akár 100 ezer forint alatti négyzetméter árat is jelenthet. Ez azonban sok lakástulajdonosnak nagyon rossz hír. A csúcshoz képest körülbelül 40%-kal estek le a lakásárak, ami azért nagyon jelentős. Nagyon sok embernek, aki hitelből vette meg az ingatlanát, ez nagyon nagy problémát okoz, hiszen még a törlesztő részletei nőttek, a lakására meg jelentősen csökkent, tehát nagyon sok olyan van, aki azért nem tudja eladni például az ingatlanát, mert
majdnem kétszer annyi rajta a hiteltartozás, mint amennyit most jelenleg az ingatlan a piacon ér. Ez azoknak viszont nagyon előnyös, akik most szeretnének olcsón lakást vásárolni, mondta Fajszi Lajos, aki hozzátette, az alacsony árak ellenére valamiért mégsem olyan élénk a lakáspiac, mint ahogy azt az árakból feltételezni lehetne. Ez szerinte, amiatt is lehet, hogy sokan még ennyi készpénzzel sem rendelkeznek, a hitelfelvételtől pedig még mindig sokan félnek. Ezért sokan inkább lakást bérelnek. Pedig most már el lehetne gondolkodni azon, hogy egy ilyen 4-5 millió forintos, mondjuk másfél-kétszobás lakásnál, és van egy millió vagy másfél millió forint önereje, akkor körülbelül ugyanazt fizeti a bank felé, mint amennyit az albérleti díjba. Tehát itt már érdemes lenne elgondolkodni a vásárláson. Fajszi Lajos hozzátette, akinek a lakáshitelhez szükséges önerő megteremtése gondot okoz, azoknak valamilyen lakástakarék pénztári megtakarítás előnyös lehet. Az ingatlan iroda vezetője szerint a lakásárak vélhetően elérték a legalacsonyabb szintet, és várhatóan a közeljövőben emelkedni fognak. Ez azt is jelenti, hogy akár befektetési céllal is érdemes lehet még ebben az időszakban ingatlant vásárolni. Az időjárás előtt főbb témáink még egyszer röviden. Gáz nélkül a társasház, a vezetékek miatt nincs szolgáltatás egy hónapja. Parkolás és irreális büntetés. 2 milliót követel egy nőtől a volt szolgáltató. Gyermeki lógásnak szülő ihatja a levét. Kitiltaná a közmunkából a kormány a lógos diákok szüleit. Tudatos fogyasztás, netes vásárlás. A veszélyekről tájékoztatott a hatóság. Csütörtökön több napsütés, kevesebb felhő valószínű, és csak elszórtan fordulhat elő zápor. A déli szél megerősödhet. A hőmérséklet csütörtök reggel 4-6, napközben 19-21 fok is lehet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!